Nyűgös még reggel a néhány hónapos Zsoltika, édesanyja öltözteti a kisfiút, tiltakozni indulnak a kőbányai önkormányzatra. Baranyi Nikolett 4 gyermeket nevel egyedül ebben a 10. kerületi önkormányzati bérlakásban a Bihari utcában. A család egyike azoknak a lakóknak, akiknek el kell hagyniuk a házat, mert nem hosszabbították meg a szerződésüket. A konyhabútort is, minden új. Már úgy, hogy újra a csempézés, ez nem 2 forintos idő, hogy így rakják össze nekem a csempét. Sokat költöttek a lakásra, tartozásuk sincs. Hosszú távra terveztek, miután az egész épületet felújítatta az önkormányzat. Egyebek mellett szigetelték a házat, kicserélték a nyílászárókat és komfortossá tették a lakásokat. Az épület felújítása 2011-ben fejeződött be, erre az önkormányzat csaknem 700 millió forintot költött, ugyanakkor kiderült, hogy az elvégzett munkával nincs minden rendben. Tavaly kellett aláducolni a függő folyosót, mert életveszélyessé vált. A rosszul elvégzett felújítás után ugyanis átázott és szétrohadt. A város mindenki és szervezet szerint ki lehetne javítani a hibát. Az önkormányzat azonban inkább kiürítetné a házat és lebontatná. Azonban csak azoknak adnak új lakást, akiknek határozatlan idejű szerződésük van. A többiek az utcára kerülhetnek. Ezért tiltakoztak ma lakók a kőbányai önkormányzat testületi ülésén. Többen könnyeikkel küszködve szóltak a képviselőkhöz. A gyerekeim iskolába járnak, és én csak annyit tudok mondani, hogy az embereket ne rakják hajléktalanná. A polgármester egy szakértői jelentésre hivatkozva azt mondta az épületre, hogy az ilyen zárványokat fel kell számolni. Egyáltalán biztos, hogy az a jó cél, hogyha ilyen körülmények között próbálunk megőrizni olyan lakhatási feltételt, amely nem biztos, hogy hosszú távon célra vezető. A fideszes többségű testület végül azt a módosítást fogadta el, amely nem tartalmazza, hogy a lakók lehetőség szerint kapjanak másik lakást. A határozat szerint május 31-ig ugyan megvizsgálják, hogy javítható-e az épület, de a lakókat képviselő civil szervezet szerint addigra a családok többsége az utcára kerülhet, mert lejár a szerződésük. Volt, aki könnyes szemmel jött ki az ülésteremből. Eléggé el vagyunk szomorodva, illetve azt gondoljuk, hogy szégyen teljes, ami itt történt, és folytatni fogjuk. Azt még nem tudják, milyen akcióra készülnek, de azt mondták, ha a mostani kérés nem volt elég, akkor majd máshogy cselekednek.